Dózsa László színész is véleményt formált az állami televízióban történt botrány kapcsán. Miután egyes kormánypárti portálok azt állították, hogy az ellenzéki politikusok csak eljátszották az őket ért bántalmazásokat, Dózsa egy rövid bejegyzésben azt írta: tehetségtelen, mint az összes statiszta bandája. Én, mint rendező, lerugdosnám őket a színpadról. Szerintem fejnehezek vagyunk, az első rész az a fontosabb talán, a második rész a színesebb, de az első rész és a második rész összekötésében Dózsa Lászlónak köszönhetően azt a mondatodat mondd el, légy szíves, Péter, amit a szünetben mondta. Tehát ugye erre a munkás külsejű ember, vagy nem munkás külsejű ember, szóval azért azt majd jó lenne tudni, vagy hát kérem, higgyék el, hogy nem csak a munkásokra vonatkozik ez az úgynevezett rabszolgatörvény, ez a közalkalmazottra, a postás kisasszonyra, a nem tudom, állami vállalatnál dolgozó bérelszámodra ugyanígy vonatkozik. És ami a probléma, mindenki félti az állását természetesen. És amikor azt mondtam, hogy mikor éri el az inger küszöböt, ha sok ember kerül abba a helyzetbe, hogy választanom kell, vagy fölmondanak, kirúgnak, vagy vállalom a túlórát. Ez a baj. Ha már nálad a szó, mi a véleményed azokról, akik ennek az esetnek a kapcsán részint, ami a parlamentben történt, részint, ami az utcán vagy a tévészékházban olyan mondatokat fogalmaznak meg, mint például Dózsa László? Hát a rendezői munkásságát eddig sem kísértem figyelemmel és nagy valószínűséggel, a jövőben sem fogom. Ez egy alulművelt ember megszólalása volt az én szememben, hogy neki ez a véleménye, ez az ő véleménye, nem kell ezzel egyetérteni, de ez ilyen kocsmai szintű, nagyon dehonestáló megnyilvánulás volt szerintem. Ugye hát ez a kormánynak a B közepe, már elnézést. Dózsa László? Hát azok, akikről a Böcskei beszélt, hogy már nehogy közéjük tartozzak, amikor én az ellenzéki politikusokra mondtam dehonestálót, nem ez volt a szándékom, de ott vannak olyan megszólalók, 888, riposzt, egyebek, amelyek milyen abra mennek, hogy ezeket lufiként szúrják ki, és azt mondják, hogy mind nevetségesek vagytok. Én egy picit karácsonygyűlölők. Az a helyzet, én ezt lehet, hogy ez most nagy általánosság lesz, de hogy én nem tudom, hogy mi az oka annak a szorongásnak, ami a jobb oldalon van. Ez a kormány uralja a politikát, ez a nyilvánosság, minden az övüké tulajdonképpen, a nyilvánosságtól az intézményrendszereken át, tehát hogy nyugodtnak lehet lenni, stabil szavazótábor, és ehhez képest ennek az ügynek a kapcsán is azt látom, hogy folyamatosan azzal foglalkoznak, hogy az ellenzéki sajtó mit csinál, hogy most ez fake news, vagy nem fake news, ellenzéki aktivista újságírás, vagy nem az. Tehát egyszerűen olyan szintű szorongás van, amit én nem tudom, mivel magyarázni. A te meredetben ezt ugyanolyan provokációnak látom, csak abban gondolnak, hogy erre nem lesz olyan hatás, amivel visszaütnek. Nem tudom, de ez a szorongás nagyon jó, hogy mondtam, mert én ugye lehúztam pár hónapot most már a fideszesített Hír TV-ben, és ott voltak olyan kollégák, akik ugye az Echótól jöttek át, tehát a vérfideszesek, és azt láttam rajtuk, hogy tényleg ilyen frusztrált, nyomorult, szerencsétlenek, tényleg. Én nem ezt mondtam, egyébként én ezt mondom. Én most azokra az emberekről beszélek, akik ott benne. Számban vannak frusztrált, milyenek voltak még? Hát, az ellenzéki sajtóban. Igen, de most nem arról kell beszélni, persze mindenhol vannak, csak azt, hogy amikor átvették az a nagy svunggal ugye a Hír TV-t, vagy hét múlva, vagy nem tudom, két év múlva bementem, és azt láttam, hogy itt most nekik úgy örülniük kéne, vagy nem tudom, tehát visszakapták is játékszerüket, azt csinálnak, amit akarnak, stb. Ehhez képest boldogtalanok, frusztráltak. Hogy ne lennének boldogtalanok, amikor leül velük a Bocskai, miután meghívják őket tévéműsorba, és akkor visszakérdez, ugye Balázs? És megkérdeztem, hogy figyeljetek, megnyert, harmadjára nyertetek, tiétek minden, visszakaptátok ezt a kis ékszerdobozt itt a Szentendrei úton. Miért nem tudtok örülni, miért nem tudtok boldogok, miért nem élvezitek az életet? Nyertek, és a nem gazdáik nyertek. Oké, de úgy ők is a haszonélvezői, hiszen ők is bejáratnak és csinálhatják azokat a hülyeségeket, amit műsorra szoktak nevezni. Hát már aki a Hír TV-ben van, hogy milyen mértében haszonélvezője. De hogy jó, de a lényeg az akkor, tehát amit mondani akarok, az az, hogy minden a kezükben, és nem tudnak boldogok lenni. Hát, hogyha a politikusokon is végignéz. Ja, jó. Jó, hát egyébként meg halál mindegy nekem, hogy boldogok vagy nekem boldogtalanok. Mindegy, csak szerintem egyébként az volt az elvárása minden olyan embernek az én környezetemben, akinek a viszonylagos józansága
meg a nem tudom, ilyen polgári attitűdje, azt kívánta volna, hogy oké, okay, nem az én ízlésem, nem én akartam, nem én szavaztam meg őket, de hagyjanak élni. Tehát, hogy a dolgok menjenek a maguk rendjében, tudomásul veszem, hogy jobboldali kormányzás van. Ők csalódottak abban az értelemben, hogy miért nem tudnak nagyvonalúak lenni pont ezzel, amit te mondasz, minden az övék. Én nem tudom, hogy ez frusztráltságból ered, de vagy inkább abból az elhatározásból, hogy Orbán Viktor egyszer már keményen csalódott, és azt mondta, hogy ilyen többet nem lesz. És ehhez tartják magukat. Jó, ennél kevésbé eléggé vicces a történet, mert ugye amikor volt legutoljára volt a tüntetésük, ugye arról volt szó, hogy hány provokátor lesz ott. Az, hogy nem Dózsa úr, vagy, de bárki más. Tehát amikor azt mondja, hogy ő lerugdossa őket a színpadról, az azért nagyon összüleg. De hagyjuk már ezt a nem létező színész, ne haragudj, hogy mit beszélsz. Ebben igazad van, de amiről a Böskei beszél, az már számos. Tehát ami az ellenzéki sajtóban megy, és provokáció szintjén viszonyul a tüntetőkhöz, beszólogatván nekik, ez nem egy egyedi hang, amit a Dózsa megütött. Nem, ez egy ilyen rendszer. Ez ott egy rendszer. Hogy ez mikor kerül adott helyen egymással szembe? Majd nem különböző helyeken. Fogják olvasni azokat a médiumokat, hogy eljut rajtunk kívül máshol is. Ebből is fakad, nem elvéve a szót, ebből is fogad a probléma, hogy ezeket a lapokat, ezeket az online portálokat 8 éven keresztül érdemben nem nőtt a kattintás számuk. Tehát az Origót leszámítva ezek az online portálok egyszerűen nincsenek mérkőzésben. A Magyar Hírlapnak nem auditált, a Magyar Idők nem auditált. De hadd mondjak el egy példát, a Hír TV-ben szóba jött, van egy műsora, amely műsornak nem is tudom mi az pontosan a címe, a hősökkel foglalkozik. Mindig egy karaktert kiírja. Főhős. Igen, fő. És a legutolsónak Szilvási György volt a főszereplője. Ki emlékszik Szilvási Györgyre? Hol jön az ide? Milyen televízió, mit gondolunk a saját nézőinkről, hogy egy 9-10 éves történetet, Szilvási György önéletrajzokat rakjunk össze, mert a és aztán rájöttem, hogy nincs más gondolat. Megyünk tovább, Feri, egy kérdést engedjen meg a korelnök. Megússzuk ezt erőszak nélkül? Hát vagy most egyáltalán a te kérdésed, hogy te például meg akarod-e úszni? Vagy te leszel az, aki azt mondod, hogy életed árán is. De mit értünk az erőszakon? Hát ami az erőszak. Jó, de amikor most a szápó felgyújtást, vagy a nem rendőr megdobálását, vagy az egymás dobálását, vagy mi? Nem. Hát amikor, ha véletlenül azt a képviselőasszonyt inzultus érné, akkor bizony én nagyon szívesen látnám el a képviseletét, és felbújtóként Dózsa urat is bevonnám a perbe. Ez jó válasz volt, amit kérdeztél? Tökéletes volt. Köszönöm. Feri, mehetünk tovább. Köszönöm szépen.